Milyen út vezetett a csengeri mérkőzésig? Először is volt ilyen csoportmérkőzések, ahol a további egy megyei döntőbe jutott. Megyei döntőbe bejutott hat csapat, és ott sikerült a döntőbe megverni az olasz focisulit, és így jutottunk el erre a regionális döntőbe. Hosszú út vezetett Csengerig, már nem csak az, hogy eleve ott pályára léphessenek, hanem a buszút is hosszú volt. Milyen volt maga a találkozó? Nagyon jó találkozó volt, olyan szempontból, hogy rengeteg szurkoló volt a hazai részről, és utána egy MB2-es mérkőzés volt, rengeteg újvárosi kísértel minket szülők, és végig doboltak, sípoltak, trombitáltak, nagyon jó hangulat volt. Akkor a hangulat adott volt, és a játékosok hogyan teljesítettek, hiszen azért a 10-2 az önmagáért beszél. Meg voltunk ijedve, a gyerekek először voltak ilyen hangos tornán, hogy ennyire drukkolnak, de idővel, főleg a második fél idő már jól is játszottak, és szerintem jó erőben vagyunk, és ezért is nyertünk ilyen fölényesen. Ekkora különbség volt a két csapat között? Nem, nem hinném, hogy ekkora különbség van, ez oda-vissza ágos mérkőzés. Mondtam is a gyerekeknek, bármi az eredmény, ha győzünk sokkal, ha kikapunk sokkal, ez nem dőlt el semmi. Vasárnap lesz a visszavágó, kényelmes helyzetből várjuk ezt a mérkőzést. Egyértelmű jobb így játszani, ha nyerünk. Nagyon szeretnénk, ahogy hallom, rengeteg néző jön ki, kijön az összes utánpótlás csapat, gondolom rengeteg szurkoló barát, és szeretnénk jó játékkal játszani itthon. Plusz motivációt jelent a hazai környezet a csapatnak? Egyértelmű, mert játszottunk itt mérkőzést, mindenképpen nagyon jó, hogy itt játszunk a futcának külön szabályai vannak, illetve külön játékszerrel is játszák. Hogyan készülnek fel ezekre a megmérettetésekre? A futcára különösen csak akkor szoktunk felkészülni itt a téli hónapokra, gondolok, amikor már nem edzünk kint, hanem a terembe, és akkor itt ez a, főleg ez a kis terem, ami itt van mellettünk, ez 4 plusz 1 alkalmas, és akkor szoktunk futcálodával játszani, de nagyon sok országban, például Brazília, vagy máshol a futcál az alap gyerekkorba. Mennyiben másabb a futszál, mint a nagypályás labdarúgás, vagy esetleg még az ő esetükben a félpályás? Hát annyiban hogy kevesebben vannak, többet kell menni, dinamikusabb a játék, és nagyon jó ez a futál labda, mert nem pattog, nem kell azzal bíbelődni a gyereknek, hogy le kell venni a labdát. Nehezebb megrugni, sokkal erősebben kell passzolni, szerintem sokkal könnyebb cselezni, és már kisebb, általában négyes méret, és nekünk is például szakatlan volt most, hogy voltunk csengerbe, pedig mindig négyes labdával játszhatunk, most meg hármassal. Melyik lehet az akkor, amikor a játékosnak el kell dönteni, hogy ő esetleg a futcát választja, vagy marad a nagypályás focinál? Külföldön szerintem már egy idő után, egy 12-13 éves korban, vagy még hamarabb is külön válik. Nálunk szerintem úgy szokott lenni, hogy akit úgy érzi, hogy tehetséges a nagypályán, az megy tovább. Aki esetleg azt érzi, hogy nem annyira jó, vagy csak technikás, de nem tud olyan jó teljesítményt nyújtani a nagypályán, az általában marad a fut futcánál. Milyen előnyei vannak annak, hogy a téli szezonban vannak ezek a futcámérkőzések? Maga az, hogy rögtön versenyhelyzetet teremtenek, nem csak edzenek, hanem hétről hétre mérkőzések vannak, ezek nagyon jók, és ahogy mondtam, nagyon sok előnye van, én például nagyon szeretem ezt a futcálbajnokságot, azért is indultunk tavaly, és most is elvileg nem volt kötelező, és mégis indultunk. Hétről hétre hogyan készülnek a megmérettetésre? Ez az U11-es korosztály edzéseken 2004-es, 2003-as korosztályban együtt, az azt jelenti, hogy U12-U11-es csapat. Ez annyiban nagyon jó, hogy idősebbekkel készülnek hét közben, és heti négy edzés van általában, hétvégeken torna, és két órás edzések, vagy esetleg több. Ők a Bozsik programban szoktak megmérkőzni? Rengeteg programunk van, itt mutattam az egyik szülőnek, hogy egészen június közepéig minden hétvége foglalt, benne vagyunk a Bozsik programban, a kiemelt programban, van egy MMS Liga, elindulunk bajnokságokba, tornákon, most is megyünk majd májusban hajdunálásra, megyünk Hajdusámsorra tornára, itt a futsal a középdöntőszor, rengeteg torna van. Ez az MMS Liga, ez mit jelent? Ez az MM -a egy nagyon jó, jó kitalálták, benne van Diós Győr, benne van az olasz foci sülő Hajdőszoboszló, Balmazújváros Nyíregyháza, 2004-es, 2005-ös, 2006-os és 2007-es korosztályok, és ilyen torna rendszerbe játszunk, és ez nagyon jó, mert mindig jó csapatokkal találkozunk. Az eredmények önmagukért beszélnek. Mennyire tehetségesek a játékosok? Szerintem ez egy tehetséges garnitúra, de nem csak a tehetség a lényeg, itt én azt mondom, hogy a jó az egész hozzáállás a gyerekekre, jó a szülők hozzáállása, nagyon lényeges, mert főleg amikor elkezdték ezt a játékot, akkor a szülőknek kell hordani edzésre, most már azért önállóbbak egyedül jönnek, de nagyon sokat jelent ez. Mi kell ahhoz, hogy később, amikor már felnőttek lesznek, akkor esetleg az első osztályban láthassuk őket? Hát a tehetség mellett már rengeteg tehetséges gyerek van, és mindegyik, aki itt van, játékos, nem mindenki olyan tehetséges, hogy sokra vigye, de rengeteg munka kell, szorgalom kell, és azért a legügyesebbeket már tőlünk és próbálják elvinni más egyesület.